Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves karácsony váró és Krisztus köszöntő testvéreim, kedves gyerekek, kedves szülők, kedves nagyszülők! Ezek a kisgyerekek ajándékot szeretnének átadni. Ez az ajándék be van csomagolva, persze, ki kell bontanunk majd, meg kell értenünk, át kell éreznünk. Ebben Kati néni segített a hitoktatójuk, egyik hitoktatójuk, nagyon szeretettel, sok-sok átadással, és úgy is éreztem, hogy a gyerekek nagy-nagy megbecsülésére. Hogyha a gyerekeknek megköszönöm majd, akkor a szülőknek, nagyszülőknek is meg kell köszönnöm, hogy ők voltak azok, akik a többi gyerek közül, akik alkalmasak voltak arra, hogy jelentkezzenek, hogy másoknak boldog vagy boldogabb karácsonyt szeretnének szerezni. A mostani alkalommal persze ők is izgulnak, miért is ne, hogyha esetleg a csomagolás nem annyira volna szép, ha egyik másik talán belebotlanak szövegébe, akkor kérem, hogy ezt vegyék jó néven, akkor is szeretet van benne, hogyha nem mindig minden éppen úgy sikerül, mint ahogy elő van, vagy elő volna éva. Nagyon szeretném kérni, hogy örömmel vegyék a gyerekeknek az ajándékozó szeretetét, és adja meg az Isten, hogy erre a mai délutánra előestőre szívesen emlékezzen valamennyi. A Szentlélek szeretet, és általa a végtelen hatalma. Gyermeket szentelt.
Ebben az Elzsébet is gyermeket vár. Ő a talán, és Istennel semmit sem megadatnak. Ha végtelen nevén a szere, várod az ígéretet. Igen, az Úr szolgáló lánya vagyok. Legyen nekem ígéd szerint. Józsefben egy világon jött össze, amikor megtudta, hogy Mária a jegyesen gyereket vár. Ez nem igaz. Mária nem lehet úgy, hát gyereket vár. Ő az én jegyesem. Mária az én Máriám. Én őt nem érintettem. Mag voltam talán. Isten tudja kitől, én meg nem kérdem. Ez szörnyen fáj. Ő volt a jegyesem. Vagy hiány ödégni fog bennem, azt hiszem nem marad más, elküldelek át. Most már vége minden. De legyen, még ma elküldelek át. József, Dávid fia, ne félj meg, hogy tudsz menni jegyesed Máriát. A gyermek, amit vár, szent élettől van. Ki volt ez? Hiszen egy azok közül, még Isten színe előtt állnak. József! Igen, tudom, most itt volt egyikük. Na majd gondoskodom rólatok ma és holnap. József, szükségem van rá, ha jön az én. Valaki kell, ki vigyáz mindig én rám, aki velem maga, ha jöjj a veszély, kit Isten társú rendelt én mellé. József, szükségünk van kettőnknek el, benned látja a földi apát. Ám atyának az Isten hívja majd, és így elhisszük, hogy Isten gyermekei vagyunk mindannyian. Hogy én legyek az apja Isten gyermekének, ez szinte Isten sértés. De legyen, ma beteg a világ, ritkák a jó apák, nem számít semmi más, csak a pénz és a jó állás. Igen, vállalom, erős támasza leszek én, gonosz nem győzheti le őt, ő a győztes örökét. Mostantól együtt járjuk már a közös élet útján, Isten nevében indulunk, fénye vezeti az utunk. Soha nem veszhetünk már el a világ mélyében, mert egymást nagynak látjuk az atya tükrében. Mostantól együtt járjuk már a közös élet útját, Isten nevében indulunk, fénye vezeti az utunk. Nékem teremtett az Isten, én a tied vagyok. Jó, hogy te állsz mellettem, így Isten rám vagyok. Mária útra kelt, hogy sietlen a helyet közé, Júda egyik városába, hogy meglátogassa rokonát, Erzsébetet. Mária, oly jó, hogy itt vagy, hordozd őt, az Isten áldását, áldottabb vagy te minden asszonynál. Indul Betlehembe, hogy fejlesztesse magát feleségével, Máriával. Végre
én a szegény ember vagyok. Majd meglátjuk. Őszintén vallottam mindent, mert a császár rendelte minden fiatalnak, akik mondjuk a adatokat mondanak. Őszintén mondtam, mert minden tettségéből valók vagyunk. És mi a foglalkozása? Más ember vagyok, Géla. Hát lóval tehet a szamara magán? Csak egy szamaram van, amely hozzás magukat, és az én áldott feleségem. Hogy hívják a feleségét? Márján, íme ő is elmérettem, hogy is hagyhattam volna egyedül Názáretben. Emberek, marra is befejeztük az összeiratot. Uram, kerültek szóra, hol a bőjön? Négy hossz nap után egy maradt csupán találni egy jó helyet, hol a vándor ellenek. Túl sok volt a szállada, hiány már még oda. Hol lakom akkor ott? Inkább nálad fogok. Nagyon kérem, jó uram, ha egy kis szíve van, fogadjon be ilyenre. Hogy gondolja, jó uram? Késő este kell zavart, erre várt a másosan, tűnjön innen rögtön át. Imádkozz csak, Mária, nézd rokonom szép áza, ő talán majd befogad. Betlehem jó embere, befogadsz-e éjjelre? Szállást kérnénk csupán egy kis helyet, kérlek segítsetek. Az éjszaka hideg, a nevem József, Mária éjjesem. A Mária József, emlékszem rá, ami azt jelenti, elég boldogsa fordult, tehetetlen volt a és igen áldozat. Vagyon meggyűjtötte, igazi boldogsa. Menjünk, József, kérlek, menjünk innen. Ennyi sértésbántást alig bír a szívem. Megszállhatnánk itt éjjel? Menjenek és kilaptak, így
állítod, békét osztottatok, és a világ királya lesz. Örömet hirdetek, pásztorok, pásztorok, megszületett vége, megváltó királyotok. Menjetek hozzája, megtaláljátok őt, szúros. Thank you.
mit akarnak? Keresik az új királyt, a messiást! Üdvözlégy, jó felséges nagy király, népet térdel áll. El is várom, hogy hódoljatok ti palotában is gőkupacok. Kik vagytok ti nyájos idegenek, rólatok beszél most az egész város. Népszerűségetek az enyémben határos. Üdvözlégy, jó király! Üdvözlégy, ó király! Üdvözlégy, jó király! Napkeletről jöttünk, hogy megkeressük a zsidók újszülött királyát, a szabadítót, a messiást. Köszöntelek benneteket, napkelet tudós királyai! Vendégeim vagytok! Én ugyan nem láttam új csillagot, nem hallottam újszülött királyról, de utána nézek az ügyben. Kapitán, kisebb szállásra vendégeket! Nézd csak eszelre! Újszülött király, a zsidók szabadítója, nemzetközi cirkusz a messiásügyben, az a hódkóros nép már úgyis eleget álmodozik. De vajon mi lehet az igazság? Nekem tudnom kell! Kapitány! Parancs! Hívd el egy Jeruzsálem papjait! Mondd meg nekik, hogy hozzá kell jön a proféták írásait! Minden tudja fel a messiásról! Igenis! Mély hódalattal köszöntünk téged, király, parancsodra megjelentünk színen előtt. Mit tudtok a messiásról? Minden mondjatok el! Mikor? Hol születik? Születik majd biztosan egy gyermek, tudósaink megegyeznek ebben. De arról nem szól a Szent Ige, hogy most vagy mikor születik meg. Ne kell teljes napakolj! Ne keresd ki Google-t! Pontos legyen válaszod! Mit tudtok a messiásról? Bálán proféta így jövendőlt a messiásról. Látom őt, de még nincs itt. Nézem őt, de még nincs közel. Csillag Gyufőr, Jákob törzséből, királyi pálcik el fel Izraelből. Haj, nem szeretem ezeket az új csillagokat. Mondjak tovább! Izaiás proféta így biztatta a népet. Erősek legyetek és ne féljetek. Akkor majd megnyílik a bakok szeme. Visszanyerik hallásukat a süketek, a sánta ugrándozik, mint a szarvas, és megoldódik a némák nyelve. Ejha! Sok mindent összeírtak ezek a proféták, de hol születik, tudjátok-e? Én is az egést igézem neked, ó király. Ez lesz a csodája, íme anya lesz a szűz, fiának neve velünk az Isten. Egyszerű emberként él, legyőzi a rosszat és diadalra viszi a jót. Micsoda? De hol születik? Mikás proféta beszélt erről, és te, Betlehem, piciny vagy ugye a Júda városai között, mégis belőled származik, aki kormányozni fogja népemet. Tehát Betlehemről van, elmehetlek. Jó, hogy tudom. Igaz lenne hát a csillag? Megjelent már a csillag. Azt mondtam, elmehettek! Remek, most már eligazíthatom a három napkeleti királyt. Kapitány, hívd a királyokat! Uram, királyom, a vendégeim! Üdvözlégy, jó király! Megtudtál-e valamit? Tudod, ahol született? Meghálláljuk, mondd, mit tudtál meg? Nem kell nekem meghálálni, én is nagyon örülök az új király születésének. Betlehemben született az írások szerint, nem messze van innen. Keressétek meg, és ha megtaláltátok, szóljatok nekem is, én is kíváncsi vagyok rá. Köszönjük segítségedet, ó nagy király! Köszönjük vendégszeretetet, de akkor már indulunk is, visszafelé megnézünk. Járjatok szerencsével! Még csak ezt kellett, a zsidó királya, én vagyok és én is maradok! Azt, hogy gyereknek megöletem! Isten gyermekét én adom.
Isten fia, áldott kis messiás életünk reménye, először köszönt a pásztorok hű népe. Kicsi Jézus nagy hóban, angyal szóra indultam, fogadd el a hitemet. Engem, bennem ragyom csillagot, ide hozzád elhozom, ez a csillag a remény, ajándékul adom. Kicsi Jézus, régen vártunk csak, hogy végre itt vagy nem. Jászolódnak legszebb béke, a szeretet és a béke. Thank you.
bízom benne, hogy ez a kis pásztorjáték mindannyiunknak segített a kis Jézus születését átélni, megélni a békét, a szeretetet, otthonukba elvinni. Mindenkinek, minden jelenlévőnek áldott békés karácsonyt kívánok, és így szeretném megköszönni a gyerekeknek is, hogy velünk együtt készültek szorgalmassan, és remélem tetszett, amit láttak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.